Köszönjük szépen! Szeretettel köszöntök én is mindenkit, magam, a Szkolár kiadó, a Margó, és a szerző Berényi Anna nevében is. Az nem titok, hogy mi már nem először beszélgetünk színpadon, előző könyvét, a Richter Gedeon életéről szóló, hasonlóan életrajzi regényt is ketten mutattuk be kétszer. Egyszer nyáron, egyszer meg télen. Ezt most nem tudom, miért mondtam el, de csak azért, hogy most ősz van. Most Petőfiről írtál Anna a regényt, és rengeteg kérdés felmerült. Mi is tegnap, ahogy még egy utolsó egyeztetést tettünk így a mai beszélgetés előtt, meg is ijedtünk, hogy elég lesz ennyi idő, de valószínűleg elég lesz, mert amikor már nagyon belemerültünk, mi is a spoilerezés veszélyét éreztük, ami persze minden könyvbemutatón van valamennyi, és hát azért nagyjából az, hogy kicsoda Petőfi és milyen volt az élete, olyan nagyon sokat nem lehet benne spoilerezni, vagy nagyon sokat nem ugrálhatunk, tehát pontosan tudjuk, hogy egy rövid életű figuráról van szó. És mielőtt mondjuk úgy komolyabban a könyvbe belekezdenénk, elmondanám azt is, hogy azt beszéltük meg előre, hogy valószínűleg fogunk egy rövid részt ketten felolvasni, mármint, hogy egy kicsit én, egy kicsit Anna, mert egyikünk sem valami nagy felolvasó, és itt talán elviselhetőbb lesz az egész a maga játékosságában, csak én elengedhetetlennek tartottam, hogy mivel ez a könyv, úgy tudom, hogy az első hivatalos olvasója az én voltam. Így van. Még mások számára nem ismert, és azért nagyon különbözik az eddigi munkáitól. Én nagyon sokszor fogok a beszélgetés során visszautalni a korábbi művekre, de mindig a Petőfi viszonylatában. És az első kérdés az magától értetődő, és adódik is, hiszen Petőfi 200, az emlékében járunk, minden Petőfiről szól, és közben pontosan tudom, hiszen már a Richter kapcsán beszéltünk róla, hogy te ezt a könyvet már sokkal régebben elkezdted, mint mióta kitört volna a Petőfi forradalom. Tehát hogyan jött ez az ötlet? Igen, erre is válaszolni fogok. Először hadd mondjam, hogy mindenkinek nagyon örülök, aki eljött. Nagyon köszönöm. Tehát is. Hogy jött? Hogy jött Petőfi? Nagyon nehéz jó regény főhős találni, nagyon sok szempontnak kell megfelelnie. Amikor az elsőt írtam Kossuth Zsuzsáról, akkor utólag jöttem rá, hogy véletlenül találtam egy jó hőst. Utána Richternél már azért tudatosabb voltam. Az volt az egyik alapvető szempontom, hogy egy nagyon pozitív figura legyen. Na most Petőfi nem az. Ugye? Tehát itt egy, azt hiszem, több szempontból túlmerész voltam, hogy majd az olvasók eldöntik, hogy túlmerész voltam, vagy csak nagyon merész. Ugye, mert hogy Petőfi nem egy egyértelműen pozitív alak, viszont annyira érdekes az élete, annyi mindent belefért, annyi konfliktus, annyi érzelem, történés, politika, a háttér, annyi minden van benne, hogy ez regényért kiáltott. Annak ellenére, ugye, hogy rengeteg mű született már Petőfiről, de regény az kevés. Tehát alig van, hogy regény született volna róla. Itt most két dolog is rögtön felvetődik. Alig van. A legtöbbekről egy regény sem születik. Mikre gondolsz? Volt ezek közül bármelyik előképe ennek a munkának? Vagy pontosan, én nem tudom, hogy pontosan hány Petőfi életrajzi kimondott a regény született. Nekem a legutolsó olvasmányom Így élt Petőfi volt, és az egy nagyon szomorú sorozat volt, amiben én átlátottam. Én igazából nem, tehát én nem olvastam más regényt, csak tudok róla, hogy mondjuk a 20-as években született róla regény, amit újra kiadtak például. Ugye Így élnek a Petőfi könyve sem regény, bár azért annak vannak, tehát ez nem egy
irodalomtörténeti mű, mondjuk, mint monográfia. De tehát nem, direkt nem olvastam semmi olyat, ami regényesen Petőfiről szól, hogy ne vezessen meg. De ezt hogy lehet kibírni? Tehát, hogy... Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű, ugyanis annyi minden forrás van Petőfiről, tehát annyi mindent kikutattak már vele kapcsolatban. Ha egy emberrel valaha kapcsolatba került, akkor már annak a családfáját is tudjuk. Mindent tudunk róla, minden napját, minden percét. És akkor az elején azt mondtam, hogy húha, ez nem lesz jó, mert ez annyira sok információ, hogy el fog engem csábítani. Mert nagyon sok nagyon jó történet van benne, de nem kapcsolódik hozzá. Úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy két alapművet választottam ki forrásnak. Az egyik szerintem megkerülhetetlen Illyésnek a Petőfi könyve, úgyhogy az volt az egyik. A másik pedig a Kerényi Ferenctől a Petőfi Sándor élete és költészete, ami a 2014-ben jelent meg, tehát az egyik legutolsó, mostanáig legutolsó monográfia, ami nagyon szigorúan és nagyon szimpatikusan a tényekre koncentrál. És nagyon-nagyon részletes, és minden addigi kutatást feldolgozott és magába foglalt. Úgyhogy én ezért erre a kettőre támaszkodtam. Természetesen végigolvastam az összes levelezését. Ugye ez az a kor, amikor mindenki levelezett, mindenki naplót írt, úgyhogy bőven volt mit olvasnom. Ciframondatokat. Szerencsére ő nem annyira ciframondatokat írt, tehát ez volt alapvetően a forrásom. Tehát ezért írtam ki, hogy nem olvastam róla többet, hogy ne ugyan csápuljak és elvigyen. Amikor a Richter könyvön dolgoztál, ott a külön egy honlapon össze voltak gyűjtve a felhasznált források, és nagyon tényleg a kutatásnak a menetét is ugyanúgy veled együtt végigkövethettük, és Petőfinél nem érezted ennek szükségét, hogy... Nem csináltam. És ez már elérhető? Igen, ugyanúgy ott van ott van a weboldalon, csak egy plusz fülön. Tehát Petőfinél is összeszedtem fejezetről fejezetre, hogy mik azok a források, ami alapján megírtam egy-egy fejezetet. És ezt, hát hogyha valaki belenéz ebbe a forrásgyűjteménybe, tehát megnézi, hogy mit tudom én, 1845. január-február, ugye, akkor ha elolvassa magát a fejezetet, és utána megnézi a forrásokat, akkor azt érdemes végig gondolni, hogy ennyi forrásom volt összesen, és ebből lett a fejezet. Tehát nem fordítva, hogy akkor tulajdonképpen minden igaz, ami itt a fejezetben van, mert ugye az csalóka, mert az alapja az mind igaz, de a helyszín nem feltétlen, a szereplők nem feltétlen ugyanazok. Tehát akkor sokkal jobban érezni, hogy mit tesz hozzá egy író, és mi az, ami tényleges valóság belőle. Tehát akkor, hogyha mondjuk egy gimnazista ebből a könyvből szeretne felkészülni az érettségire, megvágnánk? Nem, mert a fiam érettségizett irodalomban, és biztos, hogy nem vágják meg, ha ő is átment, de csak ezért. De hogy azért a tényekhez alapvetően ragaszkodom. Teljesen ragaszkodom, csak mondok egy példát arra, hogy ez mennyire, tehát mennyire csalóka. Attól, hogy tudjuk, hogy megalapították mondjuk a Tízek társaságát, és kikkel együtt, és miről szólt, nekem ennyi forrásom van. Én abból írok egy olyan jelenetet, hogy ezek a srácok elmennek a lóversenyre. Ugye megírom a lóversenyről is, hogy milyen forrásom van, tehát hogy nézett ki, hogy mentek a versenyek, stb. És én ezt a kettőt összekapcsolom. Tehát az nem igaz, hogy a lóversenyen alapították meg a Tízek társaságát. Igaz, hogy volt egy... és olyan volt a lóverseny, igaz, hogy megalapították, én csak ebből a kettőből, tehát ugye nem lehet minden jelenet olyan, hogy ülnek a pilvaxban, pipáznak és beszélgetnek. Még van meg mostanában ilyen könyvek? Azok nem az enyémek. Tehát el kell vinni, ugye ezért mennek lóversenyre, ezért mennek oroszfürdőbe, nem tudom én ide-oda, hogy ugye ezzel azért a korabeli környezetet is bemutatom. Az a nagyon érdekes megjegyzés, és szerintem itt sokak felkaphatták rá a fejüket, hogy azt mondod, hogy Petőfi nem egyértelműen pozitív figura. Azért nekem az.
de nem annyira ismerem most már a könyvedből egy kicsit jobban, vagy hát, de azért ismerem. De hogy mi neked a negatív? Ugyanom, hogy nagyon szeszélyes személyiség volt. Elmondom, hogy miért gondolom. Tehát én magamban is ugye, ugye nem voltam benne biztos, hogy tudom szeretni egyből. És azért az nagyon fontos, hogy legalább az írója tudja szeretni, akiről ír. Azt hiszem 8 előolvasom volt, tehát amikor meg volt az első aránylag teljes kézirat, akkor 8 barátomat megkértem, hogy olvassák el, és utána ezt feldolgozzuk egyébként, tehát összeülünk, megbeszéljük, mit kell változtatni, és az egyik kérdésem az az volt, hogy 10-es skálán mennyire szimpatikus nektek Petőfi. És a 2-estől a 15-ig mondtak. Igen. 10-es skálán 15. Igen, de igen, mert valaki beleszeretett. Ja. Nem, valaki beleszeretett, mert olyan magával ragadó. Általában a férfiak voltak a 2-es irányában, a nők inkább a 7-től 15-ig, igen. Hát ez nekem nagyon fura, majd kitérünk a regénynek a nő ábrázolására, meg az, hogy Petőfi azért hogyan tudott a nőkhöz viszonyulni, tehát megnézném azokat a nőket, akik erre 15-öt adtak. Elhelyezték a korban. Ez ilyen. Tehát nagyon, nagyon szeszélyes, és éppen ezért, tehát nekem azzal kellett kezdenem az egész írást, hogy jobban megismerjem a személyiségét, hogy, mert amikor van egy tény, egy, mondjuk tudjuk azt, hogy kölcsön kért valamelyik barátjától Petőt, ugye, mert állandóan pénzgondban volt, akkor nekem ez nem elég, hogy tudom, hogy ő kölcsön kért. Mert lehet úgy is kölcsön kérni, hogy szőnyeg alatt kúszva kérek, lehet úgy is, hogy tranzakciósan, hogy most kérek, majd megadom, majd te is, de lehet úgy is, hogy figyeljetek, hát én egy zseni vagyok, nekem ez jár, nektek van, akkor adjatok. Tehát hogy ezt kellett eldöntenem, hogy meg kellett ismernem ahhoz, hogy tudjam, hogy hogyan kér kölcsön például, vagy hogy hazamegy a szüleihez, másfél éve nem látta őket. Miért megy haza? Azért, mert hiányoznak neki a szülei, azért, mert ott tudja, hogy végre lesz biztos ebédje, vacsorája, vagy egyszerűen azért, mert a korban elvárás volt, hogy tiszteljük a szülőket. Tehát, hogy ezt is meg kellett tudnom. Tehát ezért azzal kellett kezdenem, hogy megpróbálom megismerni minél jobban. És ugye a tényeken keresztül mentem, de és aztán szerencsére akkoriban olvastam egy könyvet, szerintem nincs itt a John, ugye? Nincs itt. John Plantomnak a könyvét, ami egy ilyen personality profiling, tehát személyiségelemző rendszer dolgozott ki, ami nekem egy nagyon szimpatikus rendszer volt, mert minden egyes embernek külön profilt tud kialakítani, tehát nem az a típus, amikor ugye, mint tudom, van a sárga, piros, kék, zöld, és akkor a 8 milliárd embert belesoroljuk a 4 kategóriába. Tudom, hogy ez ennél bonyolultabb, tehát most nem akarom lekicsinyelni a többit, de ez egy nagyon szimpatikus rendszer volt, és akkor így a John segítségével kialakítottunk Petőfiről egy ilyen profilt, személyiségprofilt, és akkor így ez nekem nagyon sokat segített abban, hogy egyes ilyen tetteinél a szándékot és a mögötte lévő érzelmeket is megpróbáljam felidézni. A szeszélyességet talán eredhet abból is, amit én tegnap jeleztem is neked, és az engem nagyon elgondolkodtatott, hogy neki azért eléggé billegő volt az identitása. A névváltoztatásokkal, az önmaga keresésével, az, hogy egyszerre volt arrogáns sokszor, aki magabiztosnak akart látszani, de a esendő, de közben vad. Igen, tehát, igen, pontosan, ahogy mondod, ez nagyon szélsőséges volt. Babics azt mondta róla, hogy egy kispolgár. Adi azt mondta róla ugyanakkor, hogy egy forradalmár. És tulajdonképpen mind a kettő volt. Ez is, meg az is, mindegyik belefér. A szabadságharc idején, amikor a legtöbben
már harcoltak, ő a felesége szoknyáján ült hónapokon keresztül. Aztán tudjuk persze, hogy elment harcolni, mert ő ugye aztán bele is halt, de hogy tehát megfér benne ez a kettősség is, de mindaz, amit mondasz, hogy hol félék volt, hol vad volt. A legjobb barát volt, és a legkegyetlenebb barát vagy ellenség volt. Tehát ilyen szélsőségek fértek meg benne, és lehet, hogy rákérdeztél volna, de ez most elviszett oda, hogy ezért kellett nekem egy olyan szemszöget, egy olyan narrátort választanom, akiben biztos láttam, hogy szereti a főhősömet. És ez lett az édesanyja, és ezért, tehát ezt a regényt az édesanyja meséli el. Ez nekem több dologból segítség volt, ugye az, hogy ugye nekem is vannak fiatal felnőtt fiaim, tehát nagyon tudtam azonosulni az édesanyja szemszögével. Átmentünk ugye, én is néhány éve ugyanezeken a stációkon, a kisfiú, a kamasz gyerek, a fiatal felnőtt, aki keresi a helyét. És akkor így, tehát egyrészt szerintem hitelesebb tudtam lenni, mint hogyha nem választok egy ilyen narrátort, másrészt pedig úgy gondoltam, hogy ha az olvasó is az édesanyja szemével néz rá, akkor talán könnyebben megszereti. Fura pont a narrátor személye, mert eleinte engem nagyon zavart őszintén, hogy itt van egy anya, aki mindent tud a fiáról, aki mondjuk gyakorlatilag állandóan távol van. Tehát ez te hogyan írtad át a fejedbe? Igen, ugye, tehát de hiába az édesanyja beszél, tulajdonképpen egy omnipotens elbeszélői szemszögből mesélek, tehát az elmesélő mindent tud. Tudja azt, hogy éppen akkor Kossuth is mit csinált, meg azt is tudja, hogy tehát mindent tud. Hogy mi járt a fia fejében, de a, nem tudom én, a Ben fejében is mi járt, hogy ezeket tudja. És hát ugye van egy olyan probléma, hogy az édesanyja az hamarabb meghal, mint Petőfi, de mégis végigmeséli olyan történetét, ugye. Most ezt meg kellett oldanom, de ettől én nem féltem, mert én olvastam egyszer egy nagyon jó könyvet, amiben volt egy hasonló, csak nagyon röviden, ez Madeleine Millernek a Achilleus dala, azt hiszem ez magyarul a címe, és ez az Iliász története, és Patroklosz meséli el. De hát tudjuk, hogy Patroklosz meghal valahol a háromnegyedénél, és mégis végigmeséli Achilleus történetét. És meg lehet oldani. Most ezt nem fogom ehhez spoilerezni, hogy hogyan, de meg lehet úgy oldani, legalábbis majd eldöntik az olvasó, van, akinek ez elég volt, van, akinek nem feltétlen, de tulajdonképpen azt hiszem, hogy el lehet engedni azt, hogy most mitől omnipotens elmesélő az édesanyja. Ki fog derülni, de nem annyira lényeges. Igen, valóban el lehet engedni, és nekem úgy sikerült, de ez nem tanács, hogy egyszerűen elvonatkoztattam attól, hogy ő az anya, és azt gondoltam, hogy neked, mint írónak egyszerűen egy női hang kellett, igen, egy női mesélő, és akkor itt mindegy volt, hogy az kicsoda, ez már csak egy játék, és egy fikcióban ez ugyanúgy belefér. Sőt, én még eleinte meg is őrültem, hogy hát akkor a kiért túl kicsodát, és akkor így még amikor a könyv elején tartottam, és nem is igazán értettem, hogy utána olvasgattam, és ez lehet, hogy az érettségén még akkor is rá vagyok erre fixálva, de hasznos lehet. Egyébként még a Petőfi kifejlődő zavaros személyisége, ugye azért egy nagyon fura korba született ő bele, ráadásul félig tót és félig magyar volt. És ő tulajdonképpen teljesen tót volt, csak ugye az édesapja nagyon erősen nyomta, hogy magyarosodjon a család, de teljesen tót volt származásra. És ez úgy tudom, hogy kicsit, nem kicsit, tehát hogy rokonítható a te származásoddal is, és hogy talán emiatt is választottad őt hősödül. Valószínű, mert biztos vannak ilyen, amit én nem elemzek magamban, de bárki más kielemezhet, hogy ugye ez én édesanyám is tót, ő is 6 éves koráig nem beszélt magyarul, tehát iskolában tanulta, és én még a nagyszüleimet hallottam rendszeresen tótul beszélni, bár
ők is már magyarul beszéltek, és egyébként Petőfiék, bár egy jó 100-120 évvel korábbi Tóth családról beszélünk, nem lehetett olyan nagyon nagy különbség egyébként az ő Tóth családjuk és az én nagymamám Tóth családja között, mert ugyanazzal abban a generációban magyarosodtak egyébként ők is, és így abban nagyon jó volt ugye, hogy az édesanyám volt a Tóth tanácsadóm, tehát az ételnevek, amik nem jutottak eszembe, úgy, ugye a szavak, a megszólítások, ugye ezeket mind tőle kérdeztem. De nekem ezek is mind aláhúzták, a névváltoztatások, az apai kegyetlenség, tehát az nagyon kidomborodik a könyv, és én még sose gondoltam bele igazán az ő családi hátterébe, és talán ez a fajta, hogy minél előbb elmenni otthonról, minél előbb a saját utat járni, és ez a szeretetlen légkör, amit tehát az édesanyja felől a szeretet, az apja felől, hát gyakorlatilag legalábbis a könyvekből a brutalitásig menő hidegség. Ja, egy brutális esetről tudunk, tehát ebből tudtam kiindulni, meg abból is, hogy tehát ezért abban az időben nem ez a mai majom szeretet, jó értelemben vett majom szeretet, mert én is úgy szeretem a gyerekeimet. De hogy nem ez volt jellemző ugye a családokban, és főleg az apa részéről a fiúk felé. És későbbi levelezéseiben, napló megjegyzéseiben is kiderül, hogy még a 20 évei közepén is még vitatkozott az apjával, nem értettek egyet, de akár csak magában vitatkozott, meg akart neki felelni, bizonyítani akart neki. Tehát nem tudom, hogy mennyire volt, tehát persze mai szemmel durva volt az édesapja, szerintem akkori viszonylatban nem, de hát persze, hogy hatott nagyon is hatott, igen, az életére, ugye, mert a lényeget nem tudta elérni miatta, amit nagyon szeretett volna, hogy színész legyen. Milyen jó, hogy nem lett az, ugye? De ezért az vicces egyébként, hogy hárman voltak ugye haverok, az Orlai, Petricsoma, Jókai és Petőfi. Orlai író szeretett volna lenni, Jókai festő és Petőfi meg színész. Nekem ez is tehát Petőfi zavaros identitása, a könyvben többször visszatér, be is jelent, hogy akkor most ő ki valójában, vagy mi akar lenni, vagy hogyan is. És ugye akárhogy mondjuk egy mitikus figura ő már számunkra, de hát nagyon fiatalon meghalt, tehát 26 évesen, még abban a korban sem alakultak olyan szilárd jellemek, vagy szerintem igazságtalanul várunk tőle egy olyan kiforrott, erős, nem tudom, figurát, mint amilyennek mondjuk Aranyt látjuk, vagy azokat, akik megérhették az időskorukat. Tehát, hogy az utókor szemével te akartál egyfajta igazságot tenni a figurájával kapcsolatban? Ez nekem nagyon fontos, hogy én ne tegyek igazságot, és tehát, úgy gondolom, hogy főleg egy Petőfin már annyi szemüveg van, ki hogy akarja láttatni, ki hogy akarja látni. És én meg az egyik célom az is, hogy szedjük le ezeket a rétegeket, szedjük le ezeket a csomagolásokat, nézzük meg, hogy milyen volt. Ugye ez hangsúlyozottan nem irodalomtörténeti munka. Hangsúlyozottan nem az. Van benne természetesen versidézet, mert azért úgy gondoltam, hogy anélkül ezt nem lehet. De semmi. Tehát amikor utólag, tehát az egy utólagos narratíva, amikor azt mondjuk, hogy Petőfinek a tájköltészete. Ő nem úgy gondolkodott, hogy akkor nekem most tájköltészetem van, és akkor abban most ezt meg azt így fogom ábrázolni. Tehát ugye nagyon szeretünk narratívát húzni mindenre, főleg ugye utólagos tudással magyarázzuk a történéseket, a szándékokat az életében. És én megpróbáltam ezt elhagyni belőle. Úgyis mindenki, amikor elolvassa, akkor saját magának felépíti újra a Petőfi narratíváját, ami talán egy kicsit más lesz, mint ami eddig volt, mert többet fog megtudni a regényből, mint amit eddig tudott esetleg.
Egyébként te magad követed az emlékév eseményeit, mert azért döbbenetes programok vannak, tehát például közösségi legókirakás, akkor a, nem tudom, kiskörösi túrák, tehát iszonytató programok, meg készülnek a klippek, ugye hát most Petőfi film is készül, tehát elég sok arcát igyekeznek kirakni, vagy megragadni a legkülönfélébb módokon, és engem az érdekelne, hogy ugye nyilván az is a célod, mert ez a könyv szerintem inkább szól a fiatalabbaknak, nem úgy, mint mondjuk a Richter, inkább az érettségiző korosztály, vagy a fiatal felnőttek azok, akiket szerintem ez becéloz, vagy rosszul látom, hogy tegyük egy kicsit. Bárcsak. De hogy volt ennek? Nem olvasnak. Tehát akkor ki olvas, idősödő nők? Mondjuk mi olvasunk? Köszönöm, igen. De hogy volt-e olyan célod, hogy egy picit felfrissíteni, egy kicsit más perspektívából megmutatni, és ezáltal valami, tehát nem túl ezen a legózásokon, meg ezeken a gyógy, Petőfi trendi képeken, mert szerintem ez is zsákutca. Ugyanúgy, ahogy a Petőfi Sándor gatyába táncol, ezt ugye mi ismertük meg őt annak idején, de hogy az se egy jó út. Vagy hát nem tudom. Igen. Tehát nem mondom, hogy nem jó az, amit úgy gondolom, hogy a mostani Petőfi programok, alkotások, ugye azok mából közelítik meg, már a releváns dolgokat keresik benne, és alapvetően így dolgozzák föl. Legalábbis, amit én láttam, úgy érzem. Én pont ezt akartam elkerülni, tehát, hogy nem. Megnézem pontosan, mi történt, és beleélem magam, és leírom. És utána mindenki döntse el, hogy szerintem ilyen ember volt. Ugye ezt mindig mondom, hogy ahány olvasó, annyi regény, mindenkinek mást fog mondani. Amikor felhívtál, és elkezdtünk beszélgetni a könyvből, akkor is azt mondta, hogy hú, de jó, hogy az Orsi ezt is benne látja. Azt a de jó. Tehát, hogy mindenki mást lát bele. Ja, ez a Richternél is, meg a Kossuth Zsuzsánál is egy jó tapasztalat volt, hogy nagyon sok olvasóval beszéltem szerencsére, tehát megkeresnek ismeretlenül is, és mindenkinek más dolgok tűnnek föl. Tehát ezek olyan hatalmas életutak, még akár is, hogyha 26 év, de főleg egy Richter 72 év alatt, hogy annyi mindent lehet benne találni, de például ezért mindenkinek más lesz. Úgyhogy Petőfi is mindenkinek más lesz, viszont pont nem akartam a saját képemet ráerőltetni senkire. De az írónak mindig van egy saját képe, és azt azért akarja is súlykolni, akár tudattalanul is különben. Mit tettem tudattalanul? És volt egy dolog, ami a Richter kapcsán említődött meg, hogy ugye a Richter és a nő képe, és hogy te ott finomítottál, és azt mondtad, hogy ne nézzünk rá idegenül, ezért egy picit azt maiasítottad, és itt kellett ilyen trükkökkel élned? Tehát, hogy egyáltalán elfogadhatóvá tedd a gondolatot, vagy a karaktert, hiszen itt még egy korábbi... Igen, igazad van, és lehet, hogy ez akár kritikaként is felhozhat, ugye. Tehát aki ezt nem hallott, tehát Richter kapcsán, ugye azt kellett eldöntenem, hogy a mai normák és a mai értékrend az nem ugyanaz, mint volt Richter korában, természetesen még inkább nem az, ami volt Petőfi korában. És hogyha én úgy írtam volna meg, mondjuk, hogy beszélt Richter a munkatársaival, akkor egy hamis kép alakul ki az olvasóban róla, mert azt ma egy arrogáns, vagy esetleg lekezelő stílusnak éreznénk, holott az akkor teljesen természetes volt, és az lett volna megdöbbentő, ha nem így beszél vele. De akkor úgy döntöttem, hogy Richternél, hogy a mai értékrendszerhez igazítom, mert azt szeretném, hogy az emberről magáról a mai olvasóban az a kép alakuljon ki, az az érzelmi kép, ami az akkori kortársaiban alakult ki. Na most Petőfinél ez ugye nem éreztem akkora különbsége, vagy itt az értékrendben, itt alapvetően igen, hogy kezeljük a nőket, meg mondjuk a szüleinket tulajdonképpen, azt hiszem ebben van nagy különbség. És itt az, hogy ő hogy kezelte a nőket, ezt nem akartam mai szintre hozni. Tehát
igenis nézzünk szembe vele, hogy akkor ez így ment. Számomra ez borzalmas volt olvasni, és közben meg minden más az valóban hamisítás lett volna. És nekem most ez a könyvben, én azért is öltöztem a Szendrei Júliának egy picit, én őt jobban megszerettem az írás által, tehát nagyon jól, vagy finoman van megrajzolva az ő alakja, és kicsit úgy meg is sajnáltam, hogy ennek a fura fiúnak a hálójába került, akinek voltak éppen tök mindegy volt, kit vesz feleségül. Tehát, hogy ő megkérte Priál Cornélia kezét is jó tüböl, de hogyha úgy adódik, el is veszi. Tehát, hogy utcalányokkal henterget, voltak éppen mindenki tetszett neki, és utána ott hagyta a szegény özvegyen. Nem mondom, hogy irigyeltem Szendrei Júliát, amíg írtam, és az, hogy igen, tehát lehet, hogy egy picit hangsúlyosabb lett a megrajzolása, mint amennyit mondjuk Petőfi életében töltött, volt olyan, nem szerint, de volt olyan előolvasóm, ránézek, aki azt mondta, hogy gondolom, egy fiú volt. Igen, de nem baj, nagyon helyes, nagyon jó, hogy, mert azt mondta, hogy lehet, hogy innentől kezdve Szendrei Júliáról szól a regény. Róla is. Igen, hát róla is. Én nagyon szerettem ezt, és senkit ne tántorítson el az előolvasó. De az előolvasónak mindig igaza van, és ahhoz képest én... Jó, igen. Moderátornak is csak mondom. Igaz. De hogy az ő alakja, az miért került ennyire közel hozzád? Róla azért kevesebbet tudni, mint Petőfi Sándorról, tehát szabadabban tudtam úgy alakítani, ahogy milyennek én szerettem volna látni. Ez egyértelmű, tehát valószínű, hogy itt a tudatalattim erősebben dolgozott, mint Petőfinél. Hát egyrészt, ugye nekem is egy szimpatikus, ugye egy értelmes, művelt, intellektuálisan többre vágyó fiatal nő, aki abban a korban ugye, levágatja a haját, pipázik. Tehát teljesen egy olyan modern csaj, és amit írtak róla egyébként a kortársa, az alapján én egy olyan menő alteros csajnak képzeltem el. Olyan volt maga korában, és ez nekem mindig nagyon szimpatikusak voltak az ilyen lányok. Én magam nem voltam ilyen fiatalon, de nagyon szimpatikusak voltak. És valahogy úgy éreztem, hogy ő barátnőm lett volna. Úgyhogy ezért lett ilyen. Nekem is ő tényleg nagyon jó fej lehetett volna. És plusz meg, hogy elviselte ezt a kis vékony hormonbajszos fiút. Visszatérve még a regény felépítésére, illetve a versbetétekre. Ugye amikor beszélünk Petőfiről, néha tényleg el is felejtjük, hogy költő. És az ikonikus verseken kívül ugye megvan a figura, megvan a brüszt, megvan az, hogy áll a... Hol is áll? Dogált ő a Nemzeti... Ahol soha nem volt, de ott, igen, oda teszik, igen. Igen, tehát mert tényleg ilyen pillanatképeket látunk róla, és szoborba faragva az ő arcát, és nekem nagyon tetszettek a kiemelések, a versek, ahogy ezeket kiválogattad, és hozzád például az ő költészete, az hogy áll? Na, ez is egy nagy kihívás volt nekem. Én nem szerettem Petőfi költészetét igazán, de... Kerényi Ferencnek ez a monográfiája, ez ebben is nagyon kiváló. Tehát látszik, hogy ha valaki ért hozzá, akkor az megtalálja, hogy mitől jó ez igazán. És ebben ez a könyv, ez nagyon nagy segítségemre volt. Tehát olyan gyönyörű gyöngyszemeket emelt ki, ugye ott is csak egészen keveset tudod, jóval többet persze, mint én, de azért az életműhöz képest kevés dolgot tudod bemutatni egy monográfiában, de az igazi gyöngyszemeket emelte ki, és így megszerettette velem. Úgyhogy most már szerettem. Meg hát azért ezeket a verseket is a maguk korába kell nézni, és ez csak azért volt fontos megkérdeznem, mert beszélnek is sokat a versekről, meg a kiadatásról, meg arról az ellenállásról,
ami ezeknek a verseknek a megjelenését kísérte a köztudatban. Tehát ez forradalmi tett volt akkoriban ilyen egyszerűen írni, és ott kárhoztatják is, hogy hát ezt még egy paraszt is megérti. És voltak éppen, itt ugye már is rokonságba kerül, ezt már sokat emlegették mondjuk a mai szlemberekkel, vagy a, mondjuk akár a, tényleg a rapperekkel, vagy azokkal, akik a legegyszerűbb nyelvet hozzák be a költészetbe. És hát akkor innen át is tudunk oda kötni, hogy a Petőfi úgymond használata, és az ő, hogy hogyan fakad ez az ő szellemiségéből, illetve hogyan nem fakad. Mert számomra az nagyon izgalmas például, hogy a politika hogyan, nem akarok nagy politizálni, csak ez kicsit ki kell erre térnünk, hogyan sajátítja ki most szabadság, szerelem, amikor a tüntetésekről egyáltalán a híradóban is, mondjuk Max most a tanártüntetésre a 12. hírben volt az M1-en. Tehát egy olyan figura, akit most azért inkább elhallgattatnának és nem raknának be a köztévében. Igen, tehát, tehát ezzel szembe kell nézni. Egyrészt ő Tóth volt, nem magyar, magyar lett, azt választotta, másrészt pedig radikális, liberális volt. Hozzá kell tenni, hogy abban a korban azok az értékek, azok a politikai értékek, amiket ma felosztunk a két oldal között, tehát Isten, haza, család, és jogegyenlőség, sajtószabadság, szuverenitás, ilyesmi, ezek egyben léteztek, tehát a radikális liberalizmus ezt egyben jelentette. Nem külön, ezt nem is tudták elképzelni, hogy ezt ketté lehetne vágni. És ugye Petőfi nem volt politikus alkat, politizált, mert a 48-as forradalom után ugye megalapult egy csomó bizotmány, meg bizottság, meg néhányban részt vett és dolgozott bennük, de alapvetően nem volt egy politikus alkat, és végül nem is, bár képviselő jelölt is volt, nem választották meg. Tehát annyira politikával, mint tevékenységgel nem foglalkozott, inkább érzelmeiben politizált. De azért az a két mondat, hogy szabadság, szerelem, az két elég erős állítás, tehát hogy amögé fel lehet sorakozni, nem? Nem kell nagyon több. Igen, igen, de ez is az egyik célom, aztán remélem nem csak átadom magam, hogy aki mondjuk elolvassa ezt a könyvet, akkor az tehát ezeket újra értékeli magában. Tehát, hogyha megint mondom, lehántjuk róla a mai csomagolást, és megnézzük, hogy milyen volt ez korábban, akkor egy tisztább képet is kaphatunk, vagy újra csomagolhatjuk magunknak. Szabadság, szerelem, Isten, az a család, sajtószabadság, stb. Ezeket. Kanyarodjunk egy kicsit vissza ahhoz, hogy a kor is megvan neked, hiszen Kossuth Zsuzsanna is hát egy kortársa volt teljesen, igen. Igen, és miért vonzott ennyire ehhez a korhoz? Jó, Richter egy kis elugrás volt, de... Richter kora sokkal jobban tetszik, sokkal jobban vonzódok hozzá. Ez kihívás volt nekem, annyira nem vonz ez a kor, de megszerettem. Megtaláltam benne a modernitást. Tehát ugye Richter korát azért imádtam annyira, mert akkor lett a világ modern. Tehát ahhoz képest ma nem vagyunk sokkal modernebbek, mint ahogy mondjuk a 20-as, 30-as években tényleg moderné vált a világ. Petőfi esetében még nem, de a mai modernitás csíráit ott találjuk meg. És hát ezeket szépen a két regény írása közben találtam meg, és így megszerettem a kort. De igazából a főhőseim miatt fordultam a korhoz, és nem fordítva. Közben szerintem a felolvasása sajnos nem fog idő maradni, mert 5 percünk van, nem tudják, miről maradtak le. De még egy kicsit a szerkezetről akkor, mert maximálisan kihasználjuk azt az időt, amik van. Ugye a Richter egy nap játszódik, és nagyon, az egész könyvnek van egy nagyon komoly üzenete és kiállása az emberség és az emberi értékek mellett. Itt követed az időrendet. Tehát gyakorlatilag születéstől halálig megyünk, az évszámok itt is nagyon fontosak,
És ez a fajta időrendiség, vagy ez a fajta szerkezet, amit itt alkalmaztál, egyértelmű volt számodra, és a dátumok, tehát miért a nagy vonzódásod a dátumokhoz? Jó a megérzésed, egyáltalán nem ilyen volt először a szerkezete, hanem 15 részre osztottam föl, osztódott föl az életem magamban, és mindenhol azt szerettem volna megcsinálni, hogy mindenhol egy előretekintéssel indítok, és később visszacsatlakozik a történet, mert hogy akkor a vakugrások vannak az életében, hogy azt próbáltam volna megmutatni, hogy valahova elér az életében, és akkor hirtelen valami teljesen máshova kerül, és ez minimum 15-ször meg lehet mutatni az életében. Nem sikerült, tehát át kellett írnom az egészet, nem volt igazán jó, nem ült úgy, és ezért lett ez a teljesen lineáris szerkezet, és az évszámok pedig egyszerűen az olvasót segítik. Ez azért van, nem nekem, hanem az olvasónak van, és akkor itt egy a kedvenc lábjegyzetemet hagyd tegyem ide, hogy én igenis olvasóbarát módon szeretek írni. Tehát tudom, hogy a mai irodalomnál, hogyha egy kritikában leírják azt, hogy olvasóbarát, az a legnagyobb kritika, az a legsúlyosabb vád, ami érhet egy szerzőt, de én ezt vállalom. De te azt is vállalod, hogy ezek nem úgy regények. Tehát, hogy azért a te könyveid az ismeretterjesztés, illetve az ilyen regényes életrajzok, tehát, hogy mondjuk nem akarsz egy bonyolult felépítésű, kimondottan kortárs regényt írni. Igen. Tehát olyan szempontból úgy gondolom, hogy egy ilyen regénynek a főhősről kell szólni, nem az íróról. Tehát nem arról kell szólnia, hogy milyen fantasztikus nyelvezetet tudok kialakítani, milyen egyedi szerkezetbe tudom az egészet rakni. Nem rólam szól ez a regény, hanem Petőfiről, Richterről, Kossuth Zsuzsáról. Ezért mondom, hogy nem ugyanom, nem igen. Azok alapján, én sem ezek alapján, a kritériumok alapján olvastam. Tehát szerintem mások is így vannak ezzel. Bár azt megjegyezném, hogy nekem túl kicsi a neved a borítón. De az pont ezt szolgálja, hogy akkor ez Petőfi és nem Berényi Anna? Nekem ez így jó. Nem szóltam bele. Jó, nyilván, csak ez ugyanazt támasztja alá, mint amit te mondasz. Még egy utolsó kérdésem lenne, de ez elég fontos kérdés, és azért nagyjából visszakanyarodik ahhoz, amikről eddig beszéltünk, és ez még mindig az írónak a szabad keze, és még mindig Petőfi jelleme. Nekem az nagyon fura volt, hogy ő néha úgy beszél, mint egy kocsis. Néha össze-vissza csapong, és nem tudtam eldönteni, hogy tényleg tudott ennyire ordinári lenni, vagy ezekre, és egyre már lecsaptál, meg kiderült, hogy akkor még nem olvastam végig a könyvet, és ezt hagyj spoilerezzem el, hogy leírja, hogy egyszer én még le fogom írni, hogy a kurva anyátok, és ki fogjátok adni a kurva anyátok. És hogy ez kiderült, hogy ez meg is történik. Igen. De az igazság, hogy én magamtól nem jut ilyen eszembe, hogy ezt adjam a szájba. De mivel ő írt egy olyan verset, amiben benne van, hogy a kurva anyátokat így írtam, akkor nyilvánvalóan ezt fel kellett előtte használnom. De egyébként 16 évesen beáll a hadseregbe. 18 évesen jön el. Tehát ott a szókészlete erősen megváltozott. Úgyhogy, és ez meg is maradt sokáig. Igen. De erre találtál mondjuk a levelekben, naplóban nyomokat? Mert ugye az Arany János levelezésben, hát csupa veretesség, meg nem tudom, szóval ez egy más. De nyilván Aranynak nem írja, hogy a kurva anyát, mert az úgy Aranynak például azt írta, hogy már nagyon várja az esküvőjét, és úgy írta alá, hogy viszkető tökű barátod. Hát akkor még finom is volt. Finom is voltam. Nagyon szépen köszönöm, lejárt az időnk, és nem tudom, gondolom mindenkiben maradtak kérdések. Hát ha van, én szívesen meghallgatom. De nem mondtuk, és nem tudom. Tehát nem, nincs kérdés. De úgy tudom, dedikálsz is most még. Azt lehet, hát ha van rá igény, akkor igen. Mert is segítesz, hogy van? Kint a... Köszönöm.
közvetlenül a terem mellett Anna dedikál. Van egy kérdés. Igen? Lehet, hogy több is lesz. Az első kérdésem az lenne, hogy minek utána lelkét már körülbelül lát, megismert, hogy a testében nem voltak-e olyan problémák, ami összefüggött ebben a kegyetlen változékonysággal és borzasztó robbanékonysággal és ordinalitással is. Nem volt olyan irodalmi... Bocsánat, azért nem menjünk el abba, hogy roppant ordinári, meg hogy ez a könyv. Nem, nem az alapítérdez, hogy az egészségi állapota. Én olyan valamikor a magyar tanárom egyszerűen mondta, hogy a legszebb bordarokat Petőfi írogatta, de senki nem tudja róla, hogy a kocsmában nem tejet rendelt, mert gyomrával állandóan panaszkodott. És ez érdekes volt, mert meg hát ennek kapcsán az élettan meg ilyesmi, hát a gyomorpanaszok meg ezek kiváltanak az emberekbe ma is. Ugyanilyen borzasztó viselkedés, hogy van-e valami? Van, igen, ugye, tehát az, hogy 16 évesen bekerült a hadseregbe, és ott nagyon komolyan megbetegedett, tífusz is kapott. Sajnos azt nem lehet eldönteni, hogy melyik tífuszt kapta, de én azt mondtam, hogy a hastífusz volt. Egyszerűen leírásokból ugye kétféle tífusz van, és én a hastífuszra tippeltem. És az megviselte a szívét, tehát a világ életében gyenge volt a szíve utána, és ez elő is jött. Azon kívül nagyon sokszor volt tüdőgyulladása, ezt tudjuk, de hát ebben a korban, egyébként amikor Kossuth Zsuzsáról írtam, akkor lepődtem meg először, hogy ezek állandóan betegek voltak. Tehát Kossuth is, még amikor a Habsburg ház trónfosztását kimondta, akkor is köhögő rohammal küzdött. Tehát állandóan betegek voltak. Petőfi is ugye beteg volt. Hát leírom, ahogy ugye télvíz idején egy szál ingben Debrecenből elgyalogol Budapestre, Pestre akkor még, és hát persze, megfázott. Nagyon beteg volt sokszor. Az, hogy ez mennyiben befolyásolta az ő személyiségét, hát igen, nem tudni. De lehet, persze. Én sajnálom, hogy nincs több kérdés idő, mert én csak viccben mondtam, hogy kérdezhetünk, mert nem, rá kell hagynunk, el kell menni. És az utolsó 5 percet azt kisírtam, tehát hogy mert 45 percet maradhattunk volna, sajnos ez nem az a terem, de gondolom még lesznek könyvemutatók, és lesz olyan, tehát tényleg nem szeretném senkivel se elvágni a szót, csak kénytelen. Kimegyünk, és akár kint is a dedikáláson lehet Annát kérdezni, és még biztos lesz rá mód, vagy az oldaladon, vagy olyan nyilvános fórumokon, mert nagyon sok kérdést felvet ez a könyv, és nagyon érdekes olvasmány. Bocsánat, hogy az ordináriság felé tereltem, mert ez nem igaz, csak néha erős a szó használata, de hát ez a Petőfiből magából fakad. Tehát olvassák és szeressék a könyvet, Anna pedig kint dedikál. Köszönjük szépen!